Kettek és vakok. Magát a karcsi küldte? Pontosan. Karcsi tudja, a harmadik szomszéd. Ami azt jelenti, hogy bűnben és mocsokban élünk. És az emberek nem hallják meg Isten igéjét. És nem hallják Jézus Krisztus szeretetét. Nem érzik vezetik át. Hol van itt mocsok? Üljön le! Pontosan erről szeretnék beszélni, kedvesem. Ne fogdosson, azt nem mondtam, hogy fogdosson. Azt mondtam, hogy üljön le. Fogdosom. Én csak a szeretetet sugárzom. A szeretetet a szomszéd faluból. Nem hoztam. Paks 2! Ne vicceljen már, édes fiam, másosan olvasok az újságot, ne szórakozzon megint velem! Megint nagyon szépen eltaláltam. Jóska megmondta, hogy mostanában járt. A szeretet járt, sugárzásáról szeretném. Kérlek, kis borsót, nagyon egészséget. Nagyon szépen köszönöm. Mit szó? Nagyon finom. Tavaly. Még ütött. Jó. Van benne flavinoid. Isten teremtette ezt a földet. Borsóval, magával és velem együtt. És mi most így hárman, maga, a borsó és én összetalálkoztunk. És ez is egyfajta... Mi is ez? Mi? A borsó megint. Ez egy ebéd. Vágom is a tűt. Bocsásson meg, hogy kicsit közelebb ülök. Igen, mi a miáron bajod? Igen, na végre, mondja. Hogy kicsi hitközösségünk gyűjtést szervez, gyűjtést, illetve hívőket toboroz, hogy Isten igéjét minél több ember meghallgathassa, illetve minél több emberhez eljuthasson. Izgi! Persze, hogy izgi. Egyébként köszönöm szépen. Jobban fog menni. Következőről lenne szó. Még ma másról is? Ha áttetszene jönni velem. Hova? A szomszéd faluba. Bejegyeznénk... Ezekkel a lábakkal sem van. Bejegyeznénk önt kicsi hitközösségünk tagjai sorába, illetve a bankkártyájának a számát is bejegyeznénk. Ennek kapcsán további részletekről is tudnánk beszélgetni. Ott a mi kis plébániákon. Mit akar a bankkártyámmal? Én a világon semmit. Ezek pusztán csak adminisztratív kérdések. Ott lenn minden kis hívőnknek a neve, mert mi pontosan számon tartjuk őket. Mit pontosan kapok? Azért, mit kapok érte? Isten szeretetét. Isten szeretete benne van a borsóban. Pontosan. Ez a szeretet nekem elég? Nem kérem én a másik pontosan, faluból. Itt van az én falom, kerülhet még olyan bajba, hogy nem tud lábra állni, itthon ül egyedül. Most a hitközösség segít járókerettel, éjjeli edénnyel. Éjjeli edénnyel? Bár mire szükség lehet. Az érdekel. A macskája nem biztos, hogy ezeket a szükségleteket ki tudja elégíteni. Hitközösségünk célja, hogy segítsünk az ilyen elesetteken. És a bankkártyámon kívül még mi kéne? A házam, mi? Természetesen ilyesmiről szó sincsen. Nincsen. Mi nem vesszük el az emberektől az, ami az övék. Nekem kell adnom. Tudjuk még erről az Istenről. No. Minden még az ő szeretetét. Egyszer a Tamási Zolira nézett, egy legeslegelőször, majd te megmondod, hogy hány éve volt, nem tudom, lehet, hogy 20, a Bábelna, tehát a Tasnádi Istvánnak az első berobbanó drámája volt, az volt a címe, hogy Bábelna, de ez feltételes módban van, mert nem mindenki Bábel, csak van, aki Bábelna. Erre emlékszem, meg arra, hogy a Tamási Zoli levezette ott nekünk egy rohadt nagy táblán, hogy tulajdonképpen a Hyundai
az egy magyar találmány, mert ha átrakjuk a betűket, akkor abból Hunyadi jön ki. De most nem tudtam, ennél a jelenetnél nem tudtam megszabadulni ettől a nagyon jó élményedtől. Azt többször is láttam, hogy mikor volt. Passz. Na jó, akkor visszatérek ahhoz, hogy én vagyok a pszichológus ennek a hittérítőnek. Szóval, könnyű vagy nehéz? Azért nehéz, mert nem igazán hiszek benne. Hát akkor csak egy ilyen hobbi, vagy pénzkeresés, vagy el kell tölteni az időt, vagy lehet, hogy így jársz jobban. Hát hogyha te minden áldott alkalommal, minden egyes emberrel úgy közelítenél, hogy nem falra hágod a borsót neki, hanem meg vagy győződve, hogy nélküled az életet sivár, akkor annyiszor csalódsz, nem? Tehát én, mint a pszichológusod, azt mondom, hogy a legjobb hozzáállás. Nem érdekel annyira akkor. Ez jutott nekem. Így alakult, hogy ide keveredtem. És valahogy nem rossz nekem, hogy falra hányom a borsót, hanem úgy érzem, hogy ez a foglalkozásom. Igen, borsóhány. Az én leszek egy ígyfidőt. Nem tudom, mikor ettem ennyi fagyott borsóhányt. Minden esetre azt tisztelem, hogy rögtön elfogadtad, amikor megismerkedtünk, és két perc múlva én mondtam, hogy nálam ne próbálkozz, és elfogadtad. De így, hogy meséled, hogy hogy csinálod, el tudom képzelni, hogy sok ember azt gondolja, hogy pont te kell lesz neki, az egyházoddal együtt. Lehet. Még egyre se találkoztam. Mondtam, hogy elfogadtam, hogy... Ott nem tanítanak valami edzéstervet, nincsen arra, hogy mégis milyen eszközökkel kell, kit, hogy kell meggyőznöd. Hát végül is jutalékot kapsz, nem? Nem, ez ja, nem, ezért nem, ez kapsz, nem egy nem üzleti ezt. Vállalkozás, hanem a belső hitből fakadó üzleti mondjuk segélyszolgálat, vagy nem is tudom. De ez, ennek a belső hitből kell fakadnia, és belőlem fakad is, de nem az, amit mondok, hanem az, hogy én ezt csinálom. Ahogy mondom? Nem, hogy csinálom. Teljesen mindegy, hogy mondom, csak hogy csinálom. Tehát, hogy mondjam, nem az a hit, hogy eljutok, amikor elindulok A-ból B-be, hanem az a hitem, hogy én most megyek. Nem tudom ezt, hogy másképp megfogalmazni. Hát a buddhisták azt mondják, hogy ugye a cél halál, és amikor már odaérti, akkor már kimegyünk a vízből. Tehát, hogy úton lenni, az a valami. Igen. Igen. De ez megint más, mert ugye azt mondja, hogy az út maga, az élet az út maga, de az az út ezen filozófia értelmében akkor is halad valahova, az enyém pedig nem. Mert egy életút kapcsán történnek velünk dolgok, ismereteket szerzünk, gírbeg, urbán, így vagy úgy, valahova csak elérkezünk. Az én utam az úgy megy, hogy sehova nem, semmi nem változik, és ugyanaz marad itt, ezen a ponton is, meg ezen a ponton is, ezzel az erővel lehetnék ezen a ponton is, teljesen mindegy, mert ez nem egy életút, hanem ez csak egy levés. Viszont írtója humorod van, hát akkor vegyük úgy, hogy te ilyen szarkasztikusan közelíted meg ezt a szakmát. Mert nem látlak boldogtalannak, és nekem ez a lényeg. Egyszer se vettem észre, hogy jó humorom lenne. Még idáig senki nem röhögött rajta. Egyetlen egy
megkörnyékezett hívőssel bírt kacagni az én felvetéseimmel. Úgy veszem észre, hogy te magadon tudsz, és ez valami nagy dolog az életben. Hát biztos. Akármilyen. Szóval majd azt gondoltam, hogy beszélgessünk egy kicsit arról, hogy most mit lehet kezdeni ezekkel az emberekkel, de úgy tényleg. Csupa jó indulatból mondok. Mindig mindent olyan jó indulattal mondok. Nem? Azt kérdezem, hogy átéritek-e ezt, vagy kinek van olyan foglalkozása, amely besorolható ebbe a menetbe, hogy falra hágyjuk a borsot. Egyáltalán létezik-e olyan, aki nem? Tehát most így gondolkodom, hogy mit tudom én, valaki például mészáros egy vágóhídon. Hát az igencsak távol áll ettől, és mégis lehet, hogy azt is önmagának, hogy valakinek meg kell magyaráznia, hogy ezt most miért is kell csinálni, nem? Tehát szomorúan bólogat. Kinek mi a technikája, amikor úgy érzi, hogy csak dobálja a borsokat össze-vissza aztán? Van valakinek ilyen csereszabatos ötlete, véleménye? Sajnáltunk-e valakit például eddig az eddigi embereink közül? A tanár természetesen. Mert olyat már mindenki látott. Igen? Hogy miért akarják rábeszélni az egészséget? Igen. Kiteríteni kellett volna. Meg kell érteni, hogy jönnek innyi az igénye, és kompromisszumnak kell törekedni. Tehát vagy a vétát is figyelembe venni, vagy a beteg igényét is. Jó, a feleségem is elmúlt most. Azért mosolygok egy kicsit ezen, mert mi pont tehát arról beszélgettünk, hogy melyiknek mennyire van igaza, és speciál talán az egész menetben 9 emberünk lesz, mind a 9-ből ezt a dietetikust éreztük, úgyhogy na, ha valakinek itt igaza van, akkor neki biztos. De nincs. Tehát ne izgassa föl magát azon, hogyha valaki ugyan veszélyesen akar élni. Kolbász kell. Tehát úgy kell a diétát összeállítani, hogy neki tetszen. Az nem tiéd, a könyör. Hát a szíve nem szereti. Mondjuk a kolbászt, hogyha nem zsírba süti meg, csak úgy nyersen így. Kókuszolajban, nem? Siseki kókuszolajban, és majd jó lesz. Nem ette volna. Ez nem, a ketteskel nem ette volna. De akkor ez mindenre igaz, nem? Hogy bárki bármit, tehát ugye az a lényeg az egész mai témában, azt gondoljuk, hogy az a lényeg, hogy valaki akar valamit. Egy másik embertől, aki lehet, hogy nem is kérte, hogy akar ő tőle valamit. Igaz? Ő nincs párbeszéd igazából a szeretők között. Tehát, hogy monológok vannak, mindegyik verdik. Mert a dietetikus is rendben van, hogy árt a kolbász szívének, de ha ő ragaszkodik a kolbászhoz, ő meg ragaszkodik a borsóhoz, az életben nem jutunk előre. Tehát, hogy neki is kéne egy kicsit hallani abból, hogy oké, itt a borsót így egy-egyben nem visszük át ebben a sztoriban, de hogy... Én egy spenótot azért még mondtam. Igen. Halványan beküldtem, és mondtam, hogy a zöldfélék. Persze. Például a spenót egy darált kolbásszal. Tehát, hogy rádarálsz egy kis kolbász, hogy nem látszik a zöld alatta, mondjuk, nem? Tehát, hogy ilyen próbafő. Hogy nem lehet... Már mindenki kaparja a falat az éjség. De nem hogy? Ezt figyelmen kívül hagyni a másik felet. Na de éppen, hogy nem figyelmen kívül, hanem belül hagyják. Mindegyiknek az a dirie, hogy ő nagyon valamit akar segíteni, hát de, meggyőzni, stb. Figyelem nem volt senki részéről, tehát másikra nem figyeltek. Igen. Nem kaptak, nem adtak. Csak
Teljesen kiszolgáltad, ugye, a kolbászának. Jaj! Na jó. Én még nem találkoztam olyan diétával, ami igen, nagyon figyelembe vette volna az én fagylat iránti vágyamat. De komolyan, tehát egyébként ez nagy, teljesen igaz, de én... De igazán más kérdés. Tehát ez egy nagyon nehéz dolog, mert én szívesen lennék kompromisszumkész, de valahogy ezekkel az a probléma, nem? Pont, hogy nagyon ami nehezen megy át, nagyon nehezen megy át, mert mindenki ellenáll, mert mindenki ahhoz ragaszkodik, amit megszokott, és az addig jó volt, és sose fogja az ő infarktusát annak a számlájára írni, hogy ő esetleg nem eszik eléggé, és el vannak záródva az összes erei, hanem azt fogja mondani, hogy már pedig olyan jól el vagyok én azzal a töltött káposztával. Ugyan, és a Királyhegyi Pál mondott a szivarozásra, vagy a... alkohol és cigaretta és kolbász, legfőjebb egy kicsit tovább leszek halott. Hogyan legyen kompromisszum? Én is, de magácskának miért olyan fontos az én élet? Hát igen. Ha nekem nem. Igen, tehát... De hogy mégis ilyen pályákra vettem. Ott van neked kompromisszum. Szeressük már egy kicsit ezt a dietetikust, hiszen nem voltam egyszerűen. Nyújtott egy lehetőséget, és utána megmondtam, hogy ha valaki ezt nem tartja, akkor egy újabb infarktus és kész, nincs gond. Kicsit cinikus válasz, de... Ő mondta, hogy semmi volt, nem még infarktus, és ott a hármaskor már is ott a helyt áll. És probléma, hogy felkínáltam mind a két lehetőséget. Igen, mert ugye mi egymás közt... amikor megbeszéljük, hogy miről szóljon a jelenet, akkor van, mikor elkezdünk azon tételődni, hogy jó, de hogy lesz vége? Kinek lesz itt igaza? Infarktus alatt.